Tehát most fog indulni a döntőfutam, amiben az öt legjobb, hát talán a leggyorsabb, vagy nem is tudom milyen csapat került be. És most egyszerre fognak futni. Futni, hát evezni. Vagyis hát nem is tudom, aki evez, az evez, aki pedál, az pedál. Megjavallom, mert akkor én fönn belédítom őket, jó? Jó. Tehát nagyon izgulunk. Egyébként rengeteg technikai újítást találtunk a mostani versenyben, illetve annak a mezőnyében. Például ezeket a tömlőket. Rajta! Ez volt gyerünk, nyomjátok meg! Gyerünk! Hát azért technikailag komoly előny. Viktor, nyomjátok! A pedál, megpróbáljuk követni a mezőnyt, amennyire tudjuk. Tehát fölülről is nézik őket, hogy ott figyel. Látszik a drón. Látszik, ott a drónunk, de nem az most a legérdekesebb, hanem itt a... Király, menjetek beljebb, egy kisafelé folyik a vízsítő! Tehát nem könnyű lépést tartani a hajókkal, vagy persze bennünket nem vissza a vízőket meg igen, de az is látszik, hogy itt nagyon komolyan veszik. Hát érdekes módon, hiába a vízi bicikli adta előnyök, mégis egy evezős szerkezet lapától az élen. Nem vagyunk egyedül a videózásban sem. Nem lehet rendesen befogni ezt a mezőnyt a kamerával. Itt nagyon kell sietnem, hogyha a befutóra oda akarok érni, most azt tudni kell, hogy a szabály itt is ugyanaz, mint az elő döntő során. Akik beérkeztek a célba, azok még nem csaphatják le a blokkolóórát, hanem először meg kell inniuk fél liter folyadékot. A normál körülmények között sört. De a helyzet az, hogy nagyon engedékeny a zsűri, vagy a versenybíróság, és vizet is engedélyez inni. Sőt, azt is megtudtam, hogy lehet. Ásványvíz, szénsavas, szénsavmentes ásványvizet, egy szódát is inni. Kérem szépen, drónverseny is van az égen. Két drón, nem tudom, sikerül-e megmutatni. Igen, hát talán. Mindestre most érdekesebb, lehet hallani a közönség zúgását is. Tehát nincsenek kevesen, de most nem miattuk vagyunk itt, vagyis hát dehogy nem. Hopp! Hopp-hopp-hopp-hopp. Ott nem maradtunk egy rullásról. Hát igen, itt meg kell kerülni ezt a bólyát, ez komoly. Hát nem tudom, hogy így is érvényes-e ott két versenyző. Közben már elkezdett tempózni a part felé, ez nem tudom, feladásnak számít-e itt. Ami viszont biztos, hogy iszonyú tumultus alakult ki. Majdnem összeütközött a két hajó, szerencsére volt köztük vagy 30-50 méter. Az lesz a szép, amikor majd megérkeznek ennek a hajónak a hullámai. Gyerünk! Ne is húzzam! Nyomjátok, fiúk! Gyerünk! Nyomjátok!
Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy rajtcél győzelmet arattak a kalózok. Közönség ünnepel, hát azért megmutatjuk a közönséget is, mert idén már nem lesz többet ilyen. Jövőre nem biztos, hogy pont el tudnak jönni, mert más dolgok lesz. És itt kérem már, most történik meg a partra szállás. Tehát, mint szacapacsa. Ott szalad a csapat. Hát szerintem a kalózoknak a sörivás már nem fog gondot jelenteni, úgyhogy én azt mondom, kijelenthetjük, hogy ők ezt a versenyt most megnyerték. Miközben a többiek közül még olyan is van, aki még kerülgeti a bóját, olyan is van, aki épp ott ő partot, a jégerék például. Gyere! Itt vagy a nagyulás. Ó, hát itt két ó. Az egyik csapat már ünnepel, a másik még kicsit, a harmadik még mindig az elemekkel küzd a vizen. Hát azért zsigasz díjként őket is megmutatjuk. Hát a nyuggerek velükhez méltóan, kényelmes tempóban közelítik meg a célt. És hát nagyon sportszerű pillanatokat láthatunk. Köcsökfejűek vannak. Itt az igazi sportbarátság, aminek tanulni lehetünk. Azért ne feledkezzünk meg a nyuggerekről, mert még nincs vége tulajdonképpen a versenek, bár már mindenki elkönyvelte itt a dobogós fejezéseket, tehát teljes joggal. A nyuggerekre még mindig itt vár néhány doboz sör. Közben minden korábbi verseny, hogy is mondjam, tiszteletdíjasát. Megkérdezem, hogy hogy értékeli a mostani versenyt? Nagyon jó. Jó, sikerült? Igen. Szuper. Mi volt a legkülönlegesebb pillanat, a momentuma, vagy hogy mondjam, részlete? Úgy az egész egyben jó. A legjobb technikai újítás mi volt? Nem volt ilyen? Hát a bugyi vitorla az nagyon hiányzik. A tangák, azok nagyon fogták a szelet. Van ilyen terv? Lehetséges, hogy bekövetkezik? Oké, mi itt leszünk. Közben a nyuggerek megérkeztek, nagyon kényelmes tempóban jönnek, ők elfogadják az utolsó helyet is kész örömmel. Ez a sör valószínűleg a megváltás jelenti számukra akkor is, hogyha a győzelmet már nem volt. Nagyon ügyesek voltunk. Nagyon jó volt. Közösség is megvan egy kicsit zavarodva. Tehát... Én azt hiszem, hogy ez a fesztivál, ez beírta magát. Talán térség, talán Bács-megye, talán a Duna, talán az egész ország fesztiváljainak azok kiemelkedő rendezvényeinek sorában. Növekvő érdeklődés. Jó kedv.
Idén a Duna is kedvezett, végig tudtunk sétálni a parton a hajókkal, ez nem mindig van így, sőt, eddig talán egyszer volt így, vagy egyszer. És a nyugdíjasok még mindig kényelmes tempóban fogyasztatják a söreiket. Mi volt személyen megtettünk? Mi nem hagyjuk abban, amit csináltuk, mint a muszáj lenne. Akkor is mi nyertünk. Gyerekek, mi nyertünk? Mi nyertünk? Az, hogy jegyzettük a nyugdíjat. Tehát győztesként könyvelje magát a nyuggerek csapata is, ami mutatja, hogy ezen a rendezvényen tényleg érdemes elindulni versenyzőként, vagy elindulni otthonról nézőként. De hát a szervezőknek is csak gratulálni tudom.